Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. 10 adással ezelőtt indult el ismeretterjesztő történelmi sorozatunk itt a fehérvári beszélgetésekben, Gulág, amiről tilos volt beszélni címmel. És hát eltelt egy hosszú időszak, amiben nagyon fontos témák kerültek a terítékre. Ennek a sorozatnak a 10. azaz záró adásához érkeztünk a mai műsorunkban. Stúdiónk vendége Sinka Jenő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, üdvözlöm a televíziókat, televízió nézőit. Ugye kivégzés, mint az utolsó befejező része ennek a szörnyű időszaknak, de egy másik mondatot, szót is tehetnék hozzá, hogy a kivégzetteknek az eltakarítása, bocsánat a kifejezésért, de majd látni fogjuk, hogy tényleg arról van szó. A tablón elég sok kép van, és magyarázat is, úgyhogy most egy kicsit segítségül hívtam egy jegyzetemet, mert innen nem látom elég jól, de akkor most kezdjünk is bele. Azt mondja, hogy a kivégzett személyeket bal felső sarokba fogjuk látni az első képet, ugye Baldaja grafikai képei lesznek itt fekete-fehérben bemutatva, a korábbiakban is már láttunk ebben, tehát a kivégzett és elhunyt embereket gödörbe gyűjtötték össze. Miért? Mert többnyire hideg időszak volt, nem tudták elásni. Olyan kemény volt a talaj, hogy arra nem volt alkalom, hogy ezt megtegyék, és egy nagy gödörbe gyűjtötték. Amikor jól összegyűlt, és kezdett felolvadni a kiengedni a talajfagya, akkor elvitték, és egy másik gödörbe, vagy másmilyen módon elszállították, és a hullának akkor véget ért a... Tehát akkor gyakorlatilag ilyen jeltelen tömegsírba kerültek. Igen, igen. Hát aztán több jeltelen, nagyon jól fejezte ki magát, hogy jeltelen sír, mert sok olyan hely volt, amire nem lehetett megállapítani, vagy nem tudták utólag sem, hogy mégis hol van, vagy ki van ott. Kérem szépen, Rózsás János bácsi, keserű ifjúság a felső sorban, ugye az első kép egy ilyen sárga idézettel, hogy ez a elhunyt ember tényleg elhunyt, vagy véletlenül netán valaki próbált közé férkőzni, mielőtt kiviszik a kapunk kívül, mert ezeket a gödröket ott létesítették, és akkor ott majd véletlenül még akkor ruhában volt, akkor majd megpróbál valamiféleképpen megszökni. Kérem szépen, az elhunyt és a gödörbe kiszállított emberek koponyáját egy kalapácsütéssel betörték. Tehát, hogy akkor ez lehetett szökési út, mert az gyakorlatilag tényleg ez a végét jelentette. Ez a végét jelentette. Aki vagy a barakba halt meg, vagy valami úton, módon kivégzésre került, de hogy az biztos legyen, ezért egy ilyen hát nem tudok jelzőt használni rá, egy ilyen utolsó dobással. Egy ilyen durva módszerrel. Durva módszer. Jobb felső sarokba, szintén a Baldajev képe, hogy hová tették a kivégzett, vagy tönkrement embert, valamiféleképpen az életet befejezte. Kérem szépen, az északi jeges tengerbe. Ott léket vágtak, és abban a lékbe, amikor már, hát persze az sem volt könnyű kivágni egy olyan mínusz 40-50 fokos izébe, ott csináltak egy léket, és akkor odahordták, többnyire már mesztelenre le volt fektetve, és akkor így belehajigálták függőlegesen a légbe. Kész. Ennyi. Ennyi az élet. Hát ott nem számított. Ha már arra a sorsra jutott, hogy kivégezték valami újjáképpen, vagy elhogy, akkor ez volt a megoldás. Sztrájk a pokolban, Csikós, az előző részben is volt erről szó, Sztrájk a pokolban. Volt tényleg sztrájk is, de most ez csak a könyvnek a címe. Ugye volt fakitermelés, volt szénbánya, volt hideg időben, mínusz 40, mínusz 50 fokosban, és volt építőipari munka is. Hát azt már nem biztos, hogy hideg időben csinálták, mert azt nem lehetett, de falasztak, építettek valamit. Nem tudom, hogy mit, falat építettek, és volt, aki közbe ért a halál, közbe fejeződött be neki az élete. És akkor lehet, hogy rossz kifejezés hajtok, használok, tréfából, hogy majd keressék, hogy hol van az az ember, ugye széles falat építették és befalaszták, mint a kőműves kelemen. De is ugye van egy ilyen, hogy
estétől reggelig, nem részletezem. Tehát befalaszták az elhunytat, és akkor ugye húzták fel a falat, bent maradt az ember, és ez abból volt tréfa, idézőjelben mondom, az őrségnek, hogy hol van az az egy ember, mert ugye számolták őket kifelé, és befelé, és napközben is, nehogy valaki meg, és ott voltak, és ott kerestették mindenkivel, hogy hol van az az ember, hát nem találták. Hát nem találták. Hát mi történt? Hát befalaszták. Teljesen mindegy volt már szegény rabnak, hogy az élete hol van. Úgyse találták volna meg, akárhova teszik, hogy a gödörből egy másik gödörbe átteszik. De hát ez egyfajta ilyen megoldás volt. Emberek az emberrel ezt tették, mert rákényszerültek arra is, hogy ilyen dolgokat megcsináljon. Azt mondja, hogy látlak-e még haszisszám, azt hiszem az a következő könyvnek a címe, Hegedűs János írta, azt mondja, a második sorban a jobb szélén, igen, majdnem ugyanaz, mint az első időszakban írta, hogy az első képekre mondtad, hogy a fagyott hullák gyűjtése. Ezt most megerősíti a Hegedűs János, mert látta, ott volt abban a környezetben, ahol a fagyott hullákat gyűjtötték. Úgy, mint ahogy a legelső képen mondtam, hogy a Baldajev hogy írta, lerajzolta ugye grafikájában. Ezt megerősítette, ugyan a Baldajev grafikáit nem láthatta még a Hegedűs János, amikor lesz leírta, de azt látta, hogy a fagyott hullákat összegyűjtötték, és akkor majd akkor fognak ezzel tovább cselekedni, amikor fölenged a fagy a gödörásásra is, meg ugye a hulláknak az elszállítására is. Tehát egybevág a túlélőnek a tapasztalata, meg a leírás, szemtanúnak. Meg annak a börtönőrnek, aki ezt grafikailag megörökítette. Igen, mert korán. Kicsit csatoljunk vissza, mert igen. Ugye a Baldajev nevét most is emlegettük a korábbi adásokban is, de akik esetleg most nézik először, akkor nekik jó, hogyha elmondjuk, hogy ő tulajdonképpen egy börtönőr volt, aki a lágereknek az életét, az ott tapasztalt dolgokat grafikákon szinte ilyen fényképszerűen igen. örökítette meg, és igen. neki egy ilyen nagyon komoly gyűjteménye is van ebből. Igen, igen. Hát ugye ő leírta a grafikája mellé oroszul, és most az interneten, hogyha beírják az, hogy Baldajev grafikái, sokkoló, ott megvan mellette magyarul is. Nem egy az egybe olvastam, mint ami ott van, de hogyha valaki ezt föllapozza, akkor ezt meg fogja találni. Vigyázat, nagyon sokkoló, vannak olyan képek, amiket én nem ismertem idehozni. Mert igen, annyira... azért sok ilyen képet ki is hagytunk az adásba sok is. Sok ilyen képet kihagytunk. Ön is látta már, kedves Viktória, hogy 64 képet úgy átlapozott. Hát igaz az, hogy nem szabad mindent idehozni. Igen, tehát ez is egyfajta azonosítás, hogy tényleg ez valóság, ez megtörtént, ez nem mese. Ezek igaz dokumentumok. Kérem szépen! Ugye most itt a rabokról beszéltünk. Hegedűs János bátyám elkészített egy gulág lexikont, amiben leírt több ezer embernek, hogy mikor fogták el, hol volt, stb. És hol fejezte be az életét. Kérem szépen, az előbb említettem talán azt hiszem a korábbi adásban, hogy a kommunistákat is bántották. Ugye 1919 után a kommunistákat, Tanácsköztársaság bukása után, menekültek Ausztriába, és onnan átszivárogtak a Szovjetunióba. És a Szovjetunió nem volt megelégve az 1919-es dolgaikkal, és erre vonatkozóan van egy gyűjtésem, a Keserű Ifjúság című könyv alatt van egy felsorolás. A felsorolás azt igazolja, hogy a kommunisták egymást is nyírták. Az oroszok a magyarokat, sőt a magyarok is egymást. És azért tették, hogy a másikat eltegye lábbalól, és ő megmeneküljön. Én nem gyűjtöttem, hogy nem teljes létszám, mert az olvasásom közepette rátaláltam, hogy ez is kommunista. A Moszkva melletti Butovoi lőtéren tarkó lövéssel tömegsírba lökték. Ez 1938-ban harapozott legjobban, és kérem szépen, 1938. augusztus 29-én, igen, augusztus 29-én erre a sorsra jutott Kun Béla is. Hát kérem szépen,
a felsorolásom közepetáján van ez a dátum. Dátum szerint kimásoltam a könyvből, hogy kik vannak ebbe. Nem részletezem, nem a nevek, hanem maga az a tény, hogy a kivégzések, mert ugye arról szól ez a tabló, ezekre az emberekre egymásra is vonatkozott. Ugye szittuk, és mindenki azt mondta, hogy Sztálin műve volt ez az egész. Igen, de a Sztálin is nyírta a tábornokait, aki nem úgy akarta végrehajtani azt, amit a parancsba adott a Sztálin, azt is kinyírta. Tehát a rendszer gyakorlatilag senkit nem kímélt, mondhatjuk nem kímélt, azt. Nem kímélt. Ebben megfélemlítés is volt. Meg az, hogy én vagyok a hatalom, én vagyok az ura, majd én itt rendet csinálok, majd az lesz, amit én akarok. Hát ez volt, ez a gulág rendszer, ezt mondta ki. Kérem szépen, Stark Tamás kutató társam azt mondja, hogy hadifoglyok Magyarországon, azt hiszem, ilyen piros és fekete színű címlapot látunk ott a jobb oldalt, második sorban alig, hanem. Ő arról ír, a Stark Tamás, hogy mi van akkor, hogyha meghal a szomszédom az éjszaka. Ugye erről már volt szó egy alkalommal, azonnal rá kell csapni a fejadagjára, arra a kenyérre, amit ő már nem vehet föl, szegény elhunyt. Ez is egyfajta, a kivégzés, nem volt ez most kivégzés, de az éhezés, a befejezés utáni azonnali lehetőség ahhoz, hogy még egy adagot az enyém mellé hozzátehessek. Ő nagyon sok adatot és nagyon jó körültekintő munkát végzett a kutatásai folyamán. Nagyon kiváló kutató kollégának nevezem, másokat is természetesen, de a Stark Tamás volt az, aki elsősorban és elsőként dolgozta fel a gulág, és hát a Málenki robotot is, de akkor még csak a gulággal foglalkozott. Most Málenki robottal, most már más kutató kollégák is foglalkoznak. Mi csak maradjunk egyelőre a gulágnál. Tehát a Stark Tamás így állta hozzá. Kérem szépen, középen baloldalt, azt hiszem igen. Van egy olyan kép, nem tudom most így meglátni, hogy melyik baloldalt, igen. Igen, 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 ahol arról van szó, hogy mínusz 40 fokos hőmérséklet mellett a lefagyott jégre fektettek embereket, olyan embereket, akik már nem voltak képesek dolgozni, szinte meztelenül, és ott kellett nekik lenni bizonyos idáig, de hát már fél órán túl teljesen csonttá fagytak. Ez is egy olyan kivégzés volt, amikor nem puskával lőtték le, nem gyilkolták le, hanem egyfajta ilyen halál. Ez is egy kivégzési forma. Erről hát hagyták, hogy gondolom teljesen kihűljenek. Nem, és... nem. Nagyon, nagyon, nagyon szörnyű volt. Igen. Egy másik adat, szintén egy kutató kolléga, azt hiszem a középső sárga, a felsorolás alatt, ahol a kommunisták felsorolása, a kivégzése van, az alatt van egy sárga. Muradin János Kristóf, egy erdélyi kutató kolléga. Ő is kutatja azt a részét, persze más területen, mint amit a többi kutató kollégák, ahol különféle adatokat tud szerezni. Ő egy olyan dolgot hozott össze, hogy kérem szépen az Ural környékén, hát az még ugye vagy innen nézzük európai szintén, vagy az, de hát is volt a mínusz 40 fokos. Egy télen át 900 személyből csak 160-180 ember élte túl ezt a hőmérsékletet. Hát hogyan? Hát úgy, hogy lehet, hogy közben jött egy tifusz is, bár az tifuszban nem biztos, hogy ezt a hőmérsékletet kibírta, de lényeg az, hogy egy ilyen mínusz 40 fokos hideg hőmérséklet, a 900-ból csak 160-180 ember maradt meg. Lehet, hogy olyan volt a környezet, ezt most én nem részletezném, amit a János leír, lehet, hogy egy olyan környezet volt, hogy egyszerűen nem tudtak a barakon belül sem éjszakára olyan, nem azt mondom, hogy meleget, vagy olyan hőmérsékletet biztosítani, hogy túléljék. Ugyanis ezt a barakot becsukták az ajtaját éjszakára, és akkor ugye a külső hüdeg az tartotta azt, ami van. És akkor ugye a reggeli 5 óra, 6 órakori ébresztő után az volt az első dolog, hogy a bentiek elővették a fejszét, és az ajtó körül ott lecsapódott jeget, azt szépen
kifaragták, hogy ki lehessen lökni az ajtót, és ki lehessen menni. Nem szívesen csinálták, de kiparancsolták őket. És akkor nézték, hogy ha 38 fok, akkor biztos, hogy ki kell menni, mert amire készülődnek, addigra lesz 40 is. Sőt, az 50 fokot is elérték. Azt is nézték a hőmérőt, hogy most mi van. Hát nagyon kevés volt az, amikor 38 fokot azt mondták, hogy most nem kell kimenni. Hó, nem is tudták elképzelni, hogy most miért van ez. De aztán 40 fok lett belőle, és tényleg ott kellett nekik dolgozniuk ebben a... Hát ebben a környezetben. Igen. Azt mondja, a jobb alsó sorban van egy olyan, hogy tömeges lelövés, ha jól látom. Ez azt jelenti, hogy hogyan? Hát többféle volt. Ezt még az 1920-as években is alkalmazták már, amikor valahogy helyet akartak csinálni a következő raboknak, vagy nem volt már jó a teljesítő képességük, 1920-ban szinte ruhástól beállították őket sorba, és akkor fegyverrel rálőttek. Hát akkor még nem volt olyan nagyon automata fegyver, lehet, hogy volt, nem tudom. Lényeg az, hogy ez nem egy sorozat volt, hanem úgy kivégezték őket, lövés útján. Majd lesz egy másik kép, amikor még ennél fejlesztettebb változata is lesz. Igen, balalsó sarokban Adorján János bátyám írt róla, azt mondja, hogy a Sztrájk a pokolban című könyv alatt van egy Adorján János idézet a könyvéből, ami azt mondja, hogy amikor már a fagyott hullákat szinte nem is tudták gödörbe dobálni, mert nem volt gödör, nem volt alkalmuk, hogy csináljanak, mert olyan kemény volt a talaj, akkor egyszerűen csak kivitték a hóba, vagy kivitték a kerítésen kívül, tehát a lágeren kívül, és ott hagyták, várva, hogy majd, ha fölenged a fagy, akkor majd valami más megoldás legyen. Kérem szépen, ott hagyták. Hát aztán jöttek az ordító állatok, a farkasok, mert azok bírták a hőmérsékletét, és hogyha láttak ott egy hullát, hát széttépték. A befejezés módja, a befejezés, a kivégzés utáni pillanat, ugye mondtam, hogy nem csak kivégzés, hanem annak a idézőjelben mondom megint, eltakarítása. Mert nem volt, hát hogy lett volna temetés? Hát akarat se volt talán. Hát ha tavasszal, amikor kiengedett, akkor se temetés volt, hanem elföldelés gödörbe. Hát kérem szépen, hullákat és a farkasok megették. A legalsó sorban középen van egy olyan, hogy csontvázok letörése. Ha. Lelövése. Igen, ez a legalsó sor középen. Most ha látjuk azt, hogy csontvázak, és azon a képen tényleg látható, szintén egy baldajabb grafikai kép, amit ha nagyon megnézünk, vagy emlékezünk arra, hogy hogyan történt a holokausztnál a csont embereknek a likvidálása. Ugyanolyan csontsóvány, csont és bőr embereket állítottak sorba, és mutatja a kép, hogy ezeket az embereket aztán 4-5-en, nem tudom én hányan, géppisztoly sorozattal lelőtték. Lelőtték. Ugyanis ezek a csont és bőrré lesoványodott embereket már nem tudták használni, nem tudtak velük feljavítani, úgy mondták, hogy kórház, hát nem kórház volt, feljavító, ahol már egy kicsit több élelmet adtak neki, már ezeken nem fogott a feljavítás. Ezeknek már csak gond volt az, hogy ott vannak lényszámban, nem tudják őket dolgoztatni, és ezeket likvidálni kell. Le kell őket lőni. Nos, itt mondom én azt, hogy miután ezt a képet megnéztük, hogy csont és bőr, ugyanilyen csont és bőr képeket látunk a holokauszt képekben. Visszatérek arra, amit már említettem, hogy ez is egyfajta holokauszt volt. És más módszerrel, de ugyanaz, mint a holokauszt. És a holokauszt viszont később volt, tehát gyakorlatilag a gulágtól vették át a németek ezt a módszert. Ugye most van az adásunk időszakában, ha jól emlékszem, a holokauszt áldozatainak emléknapja. Hát szörnyű dolog
még visszagondolni is, hogy hány százezer embert öltek meg ott, és hány százezer, hány millió ember végeztek ki az előzőek képsorok alapján, az előző tablók alapján, hogy ez lett a befejezés. Az alsó képsorban még látunk olyan munkát, hát rabszolga munkát, hogy mit végeztek. Megint egy olyan, amit csak kézzel, nagy kalapáccsal, nem tudom én miféle eszközökkel, ami éppen ott volt, adtak nekik, hogy el tudják végezni azt, amikor vasutat építettek, sineket hordattak, azt hiszem előző részben említettem, hogy nőkkel vitették a 6 méter hosszú nehéz sint, és azzal rakadták le. Hát most nem mondom el még egyszer, hogy mi történt azokkal a szerencsétlenekkel. Tehát a munkákról itt ezek a képsorok, amit a Baldaját, meg ugye korábban Gyetman képek, nem mind szólnak. A gulágról szól, az élet idézőjelben szól, mert ez nem volt élet. Ez egy kényszer helyzet volt, amit ugye a magyarok összeszedése 1944 végétől kezdődött, de aztán 46, sőt 48-ban is vittek még el embereket, polgári személyeket, nem a katonák voltak, mint amit a szovjet nyilvántartás azt mondja, hogy hadifogoly. Hát nem az a katona hadifogaj, akit mint katonát ejtettek fogságból, hanem a civil lakosságból. Polgári lakosságból szedték össze a népet, és elvitték ezekre a munkákra. És ott kényszermunkatár, politikai rabok, mert politikailag ítélték el. Ugye a szovjet katonai bíróság ítélte el őket az 58 paragrafus 19 változata alapján, halálra, 25 évre, életfogytiglanra, de aztán 10 évre, 10 évnél lejjebb senkinek nem adtak. Hát az volt a minimum. Egy ember tudok az interjú alanyom közül, aki 7 évet kapott, nem hitték el. Hát egyszerűen mutatták, mikor vége volt a tárgyalásnak az újjukkal, hogy ahány új, annyi év. És ő csak 7-et mutatott. Hát nem tudták, hogy mi. Hát persze 11 év lett belőle. És ez a 11 év úgy folytatódott a 7 év után, hogy nem engedték haza Magyarországra. Oda küldték egy kolhozba, nem mehetett haza. A saját embereiket se engedték haza, mindenki csak máshova. Utána nem láttam a családját soha többé. Jó, Ukrajnába állítólag visszaengedtek egy-két embert, vagy olyat, akinek nem sok volt a füle mögött, és azokkal azért volt rá példa, hogy üzentek Magyarországra, hogy megvagyunk és élünk. Ez volt az egyetlen ilyen hírszerzési vagy hírküldési lehetőség, de nagyon elenyésző volt. Nagyon elenyésző volt. Hát ennyit slágvortokban, ennyit vázlatosan erről az élet, erről a korszakról, erről a 10 tablón bemutatott dolgokról. Persze ez csak egy szelete, és ezek az itt megjelentetett képek, cívkönyvlapok, a könyveknek a címoldala, ez csak egy része az én könyvtáramnak. Persze nem lehetett volna ezt még tovább, nem lett volna értelme még ezt tovább tupírozni, fejleszteni, természetesen lehet, hiszen a könyvtárban erre van lehetőség. Az én könyvtáramat is igénybe lehet venni. Nagyon, nagyon komoly gyűjteményem, DVD felvételeim is vannak több helyről, sőt volt egy Szalkai Zoltán nevű, aki elment azokra a helyekre, ahol ilyen tábor volt, már jóval később mostani az elmúlt időszakban, elmúlt 10-20 év alatt, és a lágereknek a maradványait felelte, hogy mondjam, adatokat szerzett, mert azért feldolgozta. Nagyon ügyes és nagyon... nagyon belevaló fiú ez az ember, azt hiszem 8 vagy 10 ilyen címe is van, különféle helyeken van, olyanokkal készített előtte tanulmányt, akik azon a helyen volt, ahova készült. Föltérképezte az egészet, akkor a Rózsás János bácsi nagyon tudott helyzeteket mondani térképen is, hogy hol, merre menjen, stb. Fölkészültem, ment oda. Nekem is volt egy olyan interjú alanyom, aki fölkészítette ezt az embert, hogy menjen el oda és csinálja meg. Na most, ugye mi a lehetőség most, amit most az elmúlt időszakban ez alatt a gulág, amiről tilos volt beszélni, megnézzük. Ugye említette már kedves Viktória, hogy
a székesfehérvári színatéri könyvtárban ezek a tablók megtalálhatók. Ez is oda kerül, a korábbiak is ott vannak, sőt ezek a könyvek, amiknek a címlapjait itt látunk, ezen is meg a korábbi tablókon, ezek ott mind megtalálhatók. El lehet olvasni, bele lehet olvasni, meg lehet nézni, hogy az én onnan kiírt, kimásolt dolgaim azon az oldalon megtalálhatók-e, idézőjelbe teszem, és ilyen sárga lapra kimásoltam, de hogy ezek túlmenően a könyvtárnak vannak olyan anyagai, amit lehet kölcsönözni. Hát tegyék meg ezt az arra illetékes érdeklődők, én biztatom, ha kell, akkor erre megkereshetnek telefonon, vagy bármi módon, a könyvtár is nagyon jó felkészült már erre, vegyék ezt az eddigi ismereteket a többiek közé. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ebben a 10 részben is szót ejthettünk erről a nagyon fontos témáról. Köszönöm szépen is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, majd egy összefoglaló résszel még jelentkezünk szintén ebben a tematikában, fehérvári beszélgetésekkel természetesen. Minden nap várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!